Kogut, Fenyvesi, Ebedli, Vince. Néhány testvérpár a Fradi múltjából, akik mindketten küzdhettek a zöld-fehér színekért. A csúcsot Sárosi György és Béla tartják. Az 1930-as és 40-es években ketten együtt összesen 973 meccset játszottak a Ferencvárosban. Ettől a számtól még messze van Lovrencsics Gergő és Balázs, viszont éppen ezért még jobban várják a közös meccseket. Elvégre utoljára talán a szülői lakásban fociztak egy célért. Van egy pár kép a fejembe, amikor lerúgta a virágot a szekrény tetejéről, én szedtem a labdáját, már akkor is labdaszedő voltam csak, úgyhogy igen, futballoztunk nyilván, tehát ez kiskorunk óta velejárója az életünknek. Vártam rá, hogy majd egyszer kipróbáljuk azt, hogy egy csapatban játszunk, és mire lehetünk úgy képesek. Most eljött ez az idő, úgyhogy hál' Istennek nem egy poszton vagyunk, hogy most akkor azért kéne verekedni edzés, hogy akkor melyikünk fog játszani, hanem hogy külön poszton játszunk, így én nagyon bízom benne, hogy tudjuk egymást segíteni. Ő már levezet, úgy van a Ferencvárosban, én még fölfele megyek, tehát remélem, bízom benne, és én most értem ide. Úgyhogy, de mindegy, hát számomra is nekem is ez nagyon nagy öröm, meg nagyon lehetőség, úgyhogy én is úgy gondolom, ez a mindketten, ő is, meg én is, meg szerintem a csapat is tud ebből profitálni. Gergő és Balázs között a pályán kívül is szoros a testvéri kapocs kisgyermekkoruk óta. Összetartozásuk jelét ma már a bőrükön is viselik tetoválás formájában. Én vetettem föl, ha jól emlékszem, igen, hogy egy testvér megosztja veled a tegnap emlékeit, a ma örömeit és a holnap reményeit. Én szerettem volna vele egy ilyen közös tetoválást, azóta talán a Rékának is van a húgunknak. Megvan neki is. A húgom és magára tetováltatta, tehát ez mindhármunkon rajta van. Úgyhogy ezt én vetettem föl, ezt az ötletet, ő partner volt ebbe, ő a mellkasára szerette volna, én az oldalamra, úgyhogy csak a hely más. Igazán a hely más. Ez is mutatja számunkra, hogy mennyire szoros a kapcsolat közöttünk igazából. Most egy tetováláson beszéltetek. De nekünk ez mentálisan egy olyan dolog, hogy tényleg, hogyha ha ránézünk, akkor tudjuk azt, akkor egyből a tesókra gondolunk, hogy minden rendben van a velünk, vagy nem beszéltünk már rég, vagy teljesen mindegy, akkor ugye tudjuk azt, hogy hát ők jutnak először eszembe például, és ezért gondoltuk úgy, hogy öcsi felvetette, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet. Én azt mondtam, hát figyelj, megvan a szöveg abban a pillanatban. Pályafutása során mindkét Lovrencsicsnek kellett már súlyos sérüléssel megküzdenie. Ami azonban a Vasas elleni Magyar Kupa döntőben történt Gergővel, az így is sokkoló volt az egész család számára. 85. percig láttam a tévében a mérkőzést, utána előre nem lebeszélve elindultam minden a Soroksáról a páromékhoz, vidékre, és mivel hirtelen jött, hogy nekem mennem kell, ugye nem töltöttem a telefon, kikapcsoltam a mobilnetet, mindent, hogy nem erüljek annyira, felszálltam a hévre, majd 10 perc után bekapcsoltam a mobilnetet, és írtak 22-en, hívtak rengetegen, hogy bármi tudok a tesóról, szóljak. És én meg hirtelen ugye nem tudtam, leblokkoltam, nem tudtam, mi lehet vele, először lábtörésre, hogy gyanakodtam szakadásra, nem tudtam, mi lehet. És utoljára Harécius Nóra, aki ugye itt utánpótlásban rehabos, ő írt, ezért, és mivel megvan a száma, mert hozzájártam a keresztszalag miatt, őt hívtam, és ő mesélte, hogy mi történt. Hát ugye nem kell mondanom, lesokkoltam. Hévről leszálltam, még ott egy 5 percig kóvályogtam, mentem a villamoshoz, hívtam aput, anyut, mind a kettő foglalatát, ott már tudtam, nagy a baj. Megmondom őszintén, örülök egy kicsit, hogy nem láttam ezt élőbe, mert bárki, aki látta, mind azt mondta, hogy megkönnyezte a szituációt.